Szárnyra kelnek, mint a sas, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás proféta könyvéből a 40. fejezet 31. versével köszöntöm szeretettel a testvéreket Szent Háromság ünnepe után 21. vasárnapon. Járjunk elhivatásunkhoz méltóan a hit harcában. Ez a vezérfonalunk a mostani vasárnapon, és így figyelünk arra, hogy mit jelent az embernek az, amikor tényleg a hit harcára van szükség, megharcolni azt, hogy a hitben megerősödjünk. Az úrvacsora évében a mai mondatunkat hadd olvassam fel. Az úrvacsorát nem csak a jelenlevő testvérekkel közösen vesszük magunkhoz, hanem általa egyé válhatunk minden keresztjénnel, azokkal is, akik tőlünk távol élnek, és azokkal is, akik már elmentek a földi életből. Így emlékezünk meg elhunyt szeretteinkre is ezen a mai vasárnapon. Szeretettel hirdettem a testvéreknek azt, hogy a ma délutáni alkalmunk a temetőben 4 órakor kezdődik, ökumenikus temetői áhítat. Hidason 2:30-kor találkozunk majd az ottani temetői áhítaton. Halottainkról hadd szóljak pár szót. Elhunyt Fritz István testvérünk 83 esztendős korában, temetése csütörtökön volt a kismányki temetőben. Az elmúlt hétvégén elhunyt Ritzel Márton testvérünk. Marci bácsi a Hőgyészi idős otthonban lakott már feleségével, elsőnényével együtt. Hirtelen jött az ő halála. Hamvasztás utáni temetése egy későbbi időpontban lesz, amikor a gyermeket meg tudják szervezni a temetést. És elhunyt dr. Nagy Gyöngyi, korábbi aparhanti körjegyző. Az ő temetése hamvasztás után későbbi időpontban lesz szintén. Isten vigasztalása legyen a gyászoló családokkal. Hirdetem azt, hogy tegnap volt Füller Tíme a Holtár című könyvének bemutatója itt nálunk Bonyhádon a gyülekezeti teremben, majd erre fogok utalni a prédikációban is. A gyász témáját dolgozza fel tulajdonképpen témája ebben a könyvben írásaival. És Isten áldása legyen velünk a mostani Isten tiszteleten, amely Isten tisztelet úrvacsorai, Isten tisztelet valóban éljük át azt a közösséget, amely Krisztussal, más keresztény testvéreinkkel és az előre mentekkel köt össze bennünk. Az első énekünk a 441-es ének, azt követően pedig majd a 10-es számú liturgiához lapozzunk. Thank you.
Szentlélek nevében. Kegyelmed, Uram, betölti a földet, a te törvényeidre taníts meg engem. Teljes szívvel esedezem orcád előtt, könyörülj rajtam igéd szerint. Meggondoltam utaimat, a te bizonyságaidhoz térítettem lábaimat. Hallgassuk meg János evangéliumából a 4. fejezet
46. versétől az 54. verséig a következő. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen azért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindehez a hit pajzsát, amellyel kioltatjátok a gonosznak minden tüzes nyílát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus, a te fiad él, és hitt ő valamint egész háza népe. Ez pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek én Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklok. 3. napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszem kéletben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az igéhirdetésre készülve 451-es éneket énekel. Amen.
békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt az ószövetségi proféciát, melyet megírva találunk Mikiás proféta könyvében, a 7. fejezet, 7. versétől a 9. versig. A következő. De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem. Ne őrülj bajomnak ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Viselnem kell az Úr harapját, mert vétkeztem ellene, de majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Számomra is megrendítő volt az a beszélgetés, amely a tegnapi napon zajlott itt a gyülekezeti termünkben. Füller Tíme a Holták című könyvével kapcsolatban. Tíme olyan leveleket, illetve történeteket írt meg ebben a könyvben, amelyben az ember a gyászt dolgozza fel, a gyászt éli meg. És elmondta azt, hogy nem csak akkor van gyásza az embernek, amikor valaki meghal körül. Azt is elgyászoljuk, amikor valami nem úgy sikerül, nem úgy történik az életben, ahogy mi azt elképzeltük. És aztán az embernek rá kell jönnie arra, hogy nem tudja ezt megváltoztatni. Ilyenkor valamiféle veszteség érzet jön elő, és ez az, amit nekünk el kell gyászolni. Persze sokkal mélyebben, sokkal erősebben éljük meg ezt a gyász érzetet, a veszteség érzetet akkor, amikor valaki meghal, szerettünk. Fényes Endre református lelkész, aki korábban a zsibliki drogrehabilitációs otthonban dolgozott 15 éven keresztül, ő is elmondta, hogy hányszor élték meg azok a fiatalok, akik oda kerültek különböző problémákkal, hogy bizony sok mindent elrontottak az életben. Vannak dolgok, amelyeket nem tudnak helyre tenni. Ilyenkor ugyanúgy fel kellett dolgozniuk lélekben azt, mit jelent, hogy már nem tudják visszahozni ezeket az éveket. Igen, sokféle helyzetben éljük meg azt a helyzetet, amelyet így tudnák megfogalmazni, kilátástalan helyzet. Kilátástalan helyzet, amikor nem tudunk valamit változtatni. Kilátástalan a helyzet, amikor nem tudunk semmit tenni azért, hogy más legyen. Ilyen az is, amikor az ember a halállal szembesül. Annyira kilátástalannak tűnik. De ilyen az, amikor olyan közeg vesz körül bennünket, amelyre úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk hatni, képtelenek vagyunk megváltoztatni azt, ami körülöttünk. Mikiás proféta Krisztus előtti 8. században élte meg ugyanezt. Egy olyan társadalomban élt, Júda társadalmában, amelyben azt élte meg, hogy a nép között megromlott az erkölcsi állapot. Nincs hűséges, megbízható, egyenes ember. Gondoljunk bele, hogyha valaki azt éli meg, hogy ember az embernek nem segítője, társa, hanem ellensége, gyilkosa. Azt mondja, hogy egyedül ezt a gonoszságot csinálják jól. A vezetők jogtalan sápot húznak, a bíró egyenesen elvárja a megvesztegetést, és a korrupció légkörében természetes, hogy a gazdag, nagyhatalmú, befolyásos emberek mások rovására megvalósíthatják az érdeket. Félelmetes, mint hogyha sokszor a mai időkről gondolkodnánk, beszélni. Mit lehet tenni? Mi az, amit az ember megél ebben a helyzetben? Ez az, amit megtanít nekünk Mikiás proféta.
Ugyanis akkor, amikor az ember megéli ezt a kilátástalan helyzetet, rá kell döbbennie, hogy van egy másik dimenzió. Vannak dolgok, amik a szemünk előtt vannak. Vannak dolgok, amik a szemünk előtt történnek. És vannak dolgok, amelyek nagyon tárgyszerű dolgok, amelyekből az ember levonhatja a következtetést, nincs minden. És ebben a helyzetben szólalhat meg az a másik nézőpont, amire Mikeás proféta utal. De én az Urat várom. Szabadító Istenemben reménykedem. Ez a másik dimenzió, a hit dimenziója. Ezért is vezeti be a proféta ezzel az egy szócskával, az ellentétet jelző szócskával, hogy de. Mert van mondani valója népének. Mert van mondani valója azoknak, akik kárőrvendően néznek rá. És ez a mondani való az, hogy a hit tud tovább látni mindazon, ami körülöttem láthatóan történik. Amikor azt érzem, hogy kilátástalan a helyzet, egyszerre csak a hit szemüvegén keresztül felsejlenek olyan dolgok, amelyekről egyre inkább bizonyosságot nyerhetek. Nem látom, nem érzékelem a szememmel, az érzékszerveimmel, de mégis hiszem. És ez az a hit, ami indította akár a reformáció embereit, a reformátorokat és másokat, és ez az a hit, ami indította ezt a prófétát, Mikeás prófétát is. Olyan dolgokról beszél, amiről aztán kiderül, hogy még önmaga sem sejti, hogy milyen nagy dolgokról beszél. De én az Urat várom. Igen, sokszor a hit látása az arról is szól, hogy várakoznunk kell. Várakoznunk kell, hogy Isten a maga cselekedeteit kibontsa. Várakoznunk kell arra, hogy megértsük, hogy mi miért történik. Várakoznunk kell arra, hogy egyszer csak, ami kilátástalannak tűnik, megváltoztathatatlannak tűnik, az Úristen megmutassa, hogy ebből mit akar kihozni. Szabadító Istenemben reménykedem. Szabadítás. Ebben a szóban, az eredeti héber nyelvben egy olyan név rejtőzik, amire mondom, Mikeás sem gondolt. A jösi tulajdonképpen a szabadítást jelenti, amiből aztán ez a bizonyos név származik, Jeshua, amit így fordíthatunk le, hogy Jézus. Az Ószövetség profétája Krisztus előtt 8 évszázaddal valami olyasmit mond ki, ami aztán később bekövetkezik. Arra a szabadító Istenre gondol, aki emberré lesz, közénk jön, és aki olyan hatalmas dolgokat művel, amit ember szeme nem látott. Nem véletlen, hogy Pál apostol is azokról a fegyverekről beszél, a számukra láthatatlan égi hatalmasságokkal szemben, amelyek a hit fegyvere. Az üdvösség sisakja, a páncél, a pajzs, a kard, mind-mind olyan dolgokról beszél, amely számunkra fegyverré lehet. És ugyanígy az evangélium is arról beszél, hogy Jézus hittel küldi haza az apát. Menj, indulj, a te fiad él, meggyógyult. És hitt az ember a szónak. Nem látja, nem érzékeli, de elindul haza. Abban a hitben, hogy a fia él. És akkor jönnek a szolgák, és hozzák a hírt, hogy igen, él. Szeretett testvéreim, akkor, amikor ezekben a napokban az elmúlt szeretteinkre is gondolunk, pontosan ezzel a hittel tekinthetünk rájuk is. Igen, nincsenek már közöttünk.
megállunk ott a sírok mellett, odaállunk és közben elsiratjuk a gyászunkat, a veszteségünket, de aztán felhangozhat bennünk a hitnek az a bizonyságtétele, hogy igen, tudom, meghalt, itt van, eltemették, de várom az Urat, szabadító Istenet, hogy majd egykor az ítélet napján feltámad, és együtt lehetünk újra. Ez az a hit, ami megerősített bennünket, ez az a hit, amely adhat erőt nekünk, sokszor olyan küzdelmekhez is, amelyek teljesen kilátástalanok. Ezzel az erővel indultak a hit harcáért 500 évvel ezelőtt is, és ezzel az erővel állhatunk oda a sírok mellé is. Más mutat a szem, de más mond a hit, amely bennem van, amely Isten ajándéka, a lélek ajándéka. Ne örülj bajomnak, ellenségemnek, mert ha elestem is fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Viselnem kell az Úr haragját, mert védkeztem ellene. Igen, bűneink miatt halunk meg, de majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra és gyönyörködő igazságára. Az Ószövetség embere úgy gondolta, hogy az ő igazsága a tetteiben van. Ez az, amit vihet Isten elé. De Isten intézi a perünket. Isten kezében van a bírói ítélet. Ezért adta a szabadítást. Ezért adta Jézus Krisztust, az ő fiát. És rajta keresztül visz ki a világosságra. Rajta keresztül mutatja meg számunkra azt a világosságot, amelyben ott van az Isteni igazságosság. De amelyben ott van az Isteni szeretet is. Az ő szabadítása. Szeretett testvéreim, ha úgy éljük meg az életet, úgy érezzük az életben, hogy kilátástalan, hogy minden megrekedt, minden megállt, minden lehetőség elbukott, akkor is ragadjuk meg a hit erejét, a hit világosságát, amelyben bízhatunk Istenre figyelve, Istenre tekintve. Legyen szó veszteségekről, legyen szó bűnről, legyen szó halálról, melyet nem tudunk mi magunk megváltoztatni. De Isten az Úr, és ő Úr mindenek felett, aki Jézus Krisztusban mutatta meg, hogy győzedelmeskedik bűn és halál felett. Benne visszünk, és Mikéással együtt valljuk meg, de én az Urat várom. Szabadító Istenembe reménykedem, meg is fog hallgatni. Így könyörgünk most is hozzá. Amen. Úr Jézus Krisztus, te minden kísértést elszenvedtél a bűnt kivéve. Így meg tudsz érteni minket, amikor hitünk ingadozik. Ígéreted szerint járj közben értünk mennyei atyádnál, hogy tekintsen ránk könyörülettel, és ne utasítsa el kérdéseinket. Istenünk, ne tagadd meg tőlünk szentelkedett bűneink miatt, hanem általa választ ki szívünkbe szeretetedet, hogy a szenvedések és próbatételek idején megállhassunk hitben. Istenünk, szentelked ítélje meg egyházakban minden hamis tanítás, és az evangélium igazságával egyesítse szétszóródott nyájat. Istenünk, szentelked ítélje meg naponta a mi bűneinket is, hogy elforduljunk tőlük, és a hit világosságában annak éljünk, aki értünk meghalt és fölvállalt. Istenünk, szentelked őrizze meg hitünket a végső küzdelemben, hogy utolsó óránkon kétségbe ne essünk, hanem bizalommal tegyük életünket atyai kezedbe.
hallgass meg, és üdvözíts minket halálod és föltámadásod erejében, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Most pedig a gyónásra, a vacsorára készülve a 308-as énekünk első versét énekeljük, az úrvacsora alatt pedig majd a 11-es liturgiát kövessük. Amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak.
békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozó legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvéreim! Isten megbocsátotta a bűnöteket. Az ő szentelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Most adjunk hálát az Úrnak és magasztaljunk Szent nevét. Méltó és igaz, élő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével, és a földön küzdő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan állunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük Szent neved dicsőségét. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszünk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy jövő legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Thank you.
kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szentested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességekben, és megízleljük eljövendő országod előtt. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, íme minden kész, jöjjetek az Úr asztalához. Krisztus teste, amely értetek is hallottak.
magasztalásodat hallott a fű, add, hogy süket legyen a veszekedés és békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet lát a szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelt a nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Végezetül vegyétek Isten áldását, Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát terejed és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet.